Négy gyulai általános iskola fejlesztése valósulhat meg a tankerületi központ és a gyulai önkormányzat együttműködésének köszönhetően. A városi tulajdonban lévő ingatlanokra a két szervezet közösen nyújtott be pályázatot, hangzott el a három témában. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, van rá példa, hogy az önkormányzat saját forrásból egészíti ki az elnyert pénzeket. Van olyan eset, például a Dürer Albert általános iskola esete, ahol még több beavatkozással, még komplexebb felújításra van szükség, amire nem elég a pályázati pénz, ezért ott Gyulaváros önkormányzatának képviselőtestülete anyagi támogatást is nyújt, kb. 27 millió forintot biztosítunk arra, hogy az iskola homlokzatát is fel tudjuk újítani. A tankerületi központnál az infrastruktúrális fejlesztésekkel párhuzamosan a módszertani megújulásra is nagy hangsúlyt fektetnek, így három ilyen programot is elindítanak. Teleki Szávai Krisztina igazgató elmondta, a természettudományok vonzóvá tétele mellett az informális, közösségi élmény alapú oktatást helyezik előtérbe, és megnő a jelentősége a digitalizációnak is. Ma már minden gyermek okostelefon környezetben, laptop és más olyan eszközök mellett nő fel, ami az oktatásban igenis nem csak az informatika területén, nem csak a főtantárgyak területén, hanem minden tantárgynak a módszertanában jelen kell, hogy legyen. Ennek a pályázatnak a keretében nem csak a gyermekek, az ifjak, a középiskolás fiatalok, hanem a pedagógusok is lehetőséget kapnak ennek a módszertannak az elsajátítására. A műsorban elhangzott, hogy a tankerületi központ egy sikeres pályázatnak köszönhetően két év alatt összesen 2400 gyermek nyári táboroztatását oldja meg.